Nagy szeretettel köszöntöm a keresztény tanösvény zarándokait. Déván a gyóntató székből. Igen, bűnbánat szentsége. A mi úrunk Jézus Krisztus tudja, mi lakik az emberek szívében. Tudja, hogy marék porból teremtett, és esendők vagyunk, botladozunk. Nem könnyű ez az élet, nem havos torta. De mellénk áll, mint igazi jó atya, felkínálja számunkra a bűnbánat szentségét. Igazából a Szent Jónás 5 fontos lépésből áll, a mindenek előtt lelkiismeret vizsgálat. Fontos, hogy magunkban nézzünk, hogy elgondolkozzunk azon, hogy mit, hogy sikerült tenni. Ilyenkor az ember nem hazudjon magának. Fontos, hogy hibáinkkal, problémáinkkal, gondjainkkal őszintén szembenézzünk. A lelkiismeret vizsgálat után, hát a bűnbánat. Igen, érezzük a súlyát annak, hogy egy-egy döntésünkkel, szavunkkal, cselekedetünkkel, magunknak, egymásnak, Istennek mennyi fájdalmat okoztunk. Bűnbánat nélkül nincs bocsánat. Tehát nem elég tudni azt, hogy ezt nem kellett volna megtegyük, lelkünk mélyéből érezzük azt, hogy ez nagyon rossz volt. A harmadik lépcsőfok, amikor megfogadjuk, hogy ezt többet nem kövessük el. Megteszünk mindent, erős fogadás, fogadalom, hogy igen, megteszek mindent, hogy mondjam, még egyszer ne essek el, ne kerüljek a bűn hálójába. Ugye a bűnbánat az Isten drága ajándéka. Az erős fogadás az az én döntésem. Úgy döntöttem, hogy elkerülöm a bűnt. És utána jönne a negyedik lépcsőfok, amikor bekopogtatok egy gyóntatószékbe, és keresek egy szakembert, ugye Jézus Krisztus azt mondotta Péternek, amit megkötsz itt a földön, az meg lesz közve, az égbe is, és amit feloldozol, az fel lesz oldva az égbe is. Igen, fontos, hogy elmenjünk egy paphoz, és őszintén, alázattal, szeretettel elbeszélgessük. Higgyük azt, hogy a pap az olyan, mint a telefonkajló. Nem a telefonnal beszélek, hanem a vonal túlsó felén lévő személlyel. A gyóntatószékben a túlsó fal személy, az maga az Isten. És azt is kell tudnunk, hogy hát aki őszintén meri vádolni magát Isten előtt, annak maga Jézus Krisztus lesz a védő ügyvédje. De hogyha mentegessük, meg csűrünk, csavarunk, akkor igazából hát a gonosz lélek vádolni fog bennünket. És az utolsó állomás, ugye, amikor elvégezzük az elégtételt, a pap penitenciában nem büntetést ad, tehát ő nem bíró, aki kiaró éveket, vagy hónapokat, vagy imádságokat ránk, hanem gyógyít, orvos, és mind az orvos, aki gyógyszert ajánl a sebre, hát ugyanígy a pap is haragba vagy szüleiddel, veszekedtél, hát imádkozz, értük, vigy ajándékot, adj egy puszit anyukádnak, és hisszük, hogy ez az elégtétel gyógyító erővel bír. Minden bűnre van bocsánat. Nincs, nem tudsz olyan rossz lenni ezen a földön. Lásd a jobb Latort. Ő magát azt mondja, hogy megérdemli a kereszt halált. És mégis Jézus azt mondja neki, a bűnbánó Latornak, hogy még ma velem leszel a paradicsomban. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, vala, most és mindörökkön örökké. Amen.